ének után következzen egy olyan nép, aki az előbb említett népet nem nagyon szíveli, ezek a grúzok, akik minden okuk megvan rá egyébként, de a kultúrát, és pláne az egyházi kultúrát, azt szintén ugyanazt művelik, és nagyon magas szinten. Most volt nálunk a Orientál Lumen sorozatunk húsvéti hangversenyén, a Bazilikában egy grúz férfikar, nagyon-nagyon jó volt velük énekelni, és hát ők is küldtek énekeket. Ez, ami most következik, ezt még azelőtt már megismertük, egy nagyon szép grúz ének. Mielőtt ezzel az iberi férfikarral találkoztunk volna, nagyon szeretjük ezt az éneket. Tulajdonképpen úgy kezdődik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, de ez nem az ima szöveg, hanem egy vers. Egy herceg, egy grúz herceg írta a 19. század közepén, és tulajdonképpen egy mi atyánk parafrázis, tehát a mi atyánk szavaira, a mi atyánknak a gondolataira készült egy nagyon szép vers, amit most el fogunk énekelni. Nyilván, akik már hallottak minket, vagy ismernek minket, azok tudják, hogy a bizánci arcunk mellett van egy magyar arcunk is, hiszen mégiscsak magyar együttes lennénk. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy az a csodálatos kincs, amit a magyar zeneszerző Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ligeti György és a most élők is komponáltak, sokan egyébként számunkra komponáltak műveket, és ez nagyon megtisztelő. Most például tegnap előtt
voltunk Angliában, és ott a Holborn Fesztiválon énekeltünk egy, hát legalább öt olyan művet, amit magyar műveket, amiket még az angol közönség még soha nem hallott. Tehát ezt fontosnak is tartjuk, missziónak is tartjuk, hogy minél jobban, minél többen ismerjék meg a magyar műveket szerte a világban. És ha már meghívtak egy ilyen rangos nagy fesztiválra, akkor természetesen ezeket is bemutatjuk. Most következzék egy olyan mű, amit talán sokan nem ismernek, mert hogy a stílusából nem arra a személyre lehetne következtetni. A kinyermába, ugye aki még azt hallotta, még tudja, hogy mi az, hogy kinyerma valamikor régen. Hát, hogyha ezt föltették volna és megmondták volna, hogy ki írta, akkor valószínű ott a 50-ből 48 nem tudta volna, hogy ki írta. Úgyhogy most sem mondom meg. El fogjuk énekelni, és aztán lehet tippelni, hogy ki írta. Az biztos, hogy egy fiatal vagy mű, és a szerzőnek nem ez a stílus. Utazásán volt, ahol a népdalt megismerte.
Tehát akkor ő még egy posztromantikus fiatal ember volt, egy pozsonyi úri fiú, és igazából ebben is hát hallani, hogy bár egy fiatalkori mű, de hát azért ez nagyon szép és nagyon meg van írva, gyönyörű szép romantikus mű, de aztán később természetesen nem ezt az utat választott. Most következik egy olyan mű, amit mi mutattunk be, és mi nekünk írta a szerző. Sári Lászlónak hívják a szerzőt. Hál' Istennek még megvan, és jó egészségnek fölben, jó barátunk, és egy zsoltár következik Sári Lászlótól. Az énekelj ezek az Úrnak új éneket. Hát ez egy ismert zsoltár, nagyon sok feldolgozása van, szerte a zeneirodalomban és a világon. Sári László egy hatszólamú férfikari kánon írt harangokra és énekel. Alleluja, 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 alleluja. Mindenki csodálja, külföldön nagyon nagy kár, hogy itthon
egyre kevésbé népszerű, vagy kezd apadni a népszerűsége. Azért vannak iskolák és vannak műhelyek, és ebben mindig lehet bízni, hogy ez megmarad. Minden esetre csodálkozva bárhol járunk a világba, ugye már csak Ausztráliában nem voltunk, de ahol én nem is vágyom, mert nagyon sokat kell repülni, majd a fiúk elmennek. Tehát igazából mindenütt csodálkoznak, hogy elég teszik a kottát és elénekeljük. Ez nem szokás, tehát nyilván vannak ilyen nagyszerű énekesek, akik ezt meg tudják csinálni, de egyébként kórus éneklés szinten ez nem általános, sem nyugaton, sem keleten. Igazából tényleg sokat köszönhetünk ennek, és az, hogy ilyen sokféle zenét tudunk énekelni, az is annak tudható be, hogy olyan sokféle zenei anyaggal meg tudtunk ismerkedni, pont azért, mert le tudtuk olvasni, mert hogy Kodály módszerrel tanultunk, és nem voltak gátlásaink az öt keresztel, vagy az öt B-vel. Jó voltak, de azon túlesik. Szóval, hogy igazából ez nagyon fontos dolog, és csak hálásak lehetünk Kodály Zoltánnak, hogy ezt fölismerte, hogy Magyarországnak és egy olyan rendszerben, amikor neki tulajdonképpen tudja mindenki, aki az ő örökségét gondozza, vagy mesél róla, akár a felesége, Sárika, hogy ő sok mindent szeretett volna még az 50-es években, na de mindent nem engedtek meg. Sok mindent megengedtek, mert képtelenek voltak a politika urai, de sok mindent nem. És ekkor jött ez a zseniális gondolat, hogy akkor megtanítja az országot legalább kottát olvasni, hogy amikor már ez a rendszer nem lesz, akkor legalább legyenek kott olvasók. És nagyon, hát zseniális ember. Vele szeretnénk a mai estét befejezni két művével. Az egyik a Felszállott a távon, a másik pedig az Esti dal. Mind a kettő nagyon-nagyon ismert a világban, és például most Angliában is megkérdezték egyik koncerten, ahol egy indiai szintár művésszel léptünk föl, és az egy másik műsor volt, hogy lesz-e holnap a Pika Variations? Hát mondom, az talán nem, mert nem vagyunk szimfonikus zenekar, de a Felszállott a pávát, na az, de hogy ezt fogják énekelni, fog. Úgyhogy akkor megnyugodott a közönség. Részek, és akkor másnap is eljöttek. Hát ez egy olyan ének, ez is a Felszállott a távon, meg az Esti dal is, azt 40 nyelvre fordították le. Az Esti dal. Úgyhogy azt szeretném csak megmondani befejezésül, mielőtt a két Kodály darabot elénekeljük, hogy nagyon köszönjük a meghívást, eljöttek, bocsánat, akinek hátat fordítunk, de nekünk látni is kell egymást, nem csak hallani, nem szoktuk meg, és hirdessék, másképpen lesz majd az én
Szépen, lassan most már 3 hónapja, hogy Indiába jártunk, ott volt turné, és kaptunk egy éneket, hogy ezt föltétlenül énekeljük el. És milyen jó ötlet volt, Kovács Tibortól, aki az indiai magyar, Delhi Magyar Intézet korábbi igazgatója volt, ő adta nekünk, ő is nagy kórus énekes, és ezért aztán, hogy volt a Mahatma Gandhinak, aki nyilván idősebben emlékeznek rá, India megálmodója és legnagyobb politikusa volt, aki mindenki tisztelt. Hát nem mindenki, de sokan. Mondjuk egy kontinensnyi országról beszélünk, 1,3 milliárd emberből, nyilván sokan nem szerették. De Gandhinak volt egy olyan éneke, amit ő maga is nagyon sokat énekelt. És mindenkit bátorított az összes, ugye nagyon sok vallás is van Indiában. Tehát az összes vallás sú embert, hogy ezt énekeljék, ezt mondják, mint egy mantrát, ismételgessék, ugyanis az van benne, hogy mindegy, hogy Jézusban, Allahban, vagy Vishnuban hiszel, tudjad, hogy ugyanahhoz a teremtőhöz kell imádkozni. Sitaram, Sitaram!
Szitára, 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 más nyaret a Szitára. Szitára, Szitára, más nyaret a Szitára. Rágom, Patti, rágom, Rajára, Patti, többá. Nagyon köszönöm. Nem lehet más, úgy szeretném. Köszönöm szépen.